Egy nagy hello mindenkinek, az én nevem Vitpro, és ez még itt a Jumurdzsák gyűrűje. És hogyha ezt a felvételt látjátok, akkor az azt jelenti, hogy nem kezdtem előről a végigjátszást már vagy 20-szor, tehát meg vagyok elégedve a jelenlegi első epizóddal, és vele együtt mindennel, amit eddig felvettem. Bár csak nem is emlékszem a titkos írás, megcsináltok? Meg! Nagyszerű! Nagyon királyok vagyunk. Kemények vagyunk, mint a kátszéle. Úgyhogy... akkor menjünk szerezni egy kis információt. Ugye a Merkurról volt szó, meg a 60-i kapu, meg egyebekről. Ezt most gyorsan kikérdezzük az I-betűnél, az információ bőrzénél. Annyira furcsa, hogy állandóan ugyanabban a pózban van. Nyilván ennek a kis mozgás miatt van ez így. És mindig így kezdődik ezzel a... pózza. Hello, Jonathan. Remélem, most semmi rossz hírt nem fog közölni. No, nem. Na, ennek örülök. Mondja, miben segíthetek? Várjunk, csak a Jámbort, azt már elmondta, hogy meghalt. Akkor, na mindegy. Meg tudnál mondani, merre van a 60-i kapu? Meg tudom mutatni, hogy hol állt. De azt ma már hiába keresi. Lebontották. Lebontották? Mikor? Fú, nagyon régen. Emlékeim szerint valamikor a század előn. Értem. Hát ezt megszívtuk. Így enyhén szólva. Gárdonyi személyes tárgyai... Annyi titok lengi körül ezt a Gárdonyit. Nincs valami múzeum, vagy ilyesféle, ahol kiállítottak egyet-egyet a használati tárgyaiból, kézirataiból? Márhogy ne volna. Gárdonyi egykori lakóháza jelenleg múzeumként funkcionál. Elvileg érintetlenül megtekinthető könyvei, bútorai, használati tárgyai. Nincs is messze, hogyha érdekli az író élete, feltétlenül nézze meg. Nincs is messze, hát hogyne. Egerben semmi sincsen messze. Jaj, ide. Íni. A várat megkerülve a legegyszerűbb eljutni a Gárdonyi házhoz. Nyitva van ilyenkor? Persze, nyitva van, menjen, csak nyugodtan. Igazából ebben a játékban végig nyitva van, sosincsen zárva, szóval ez egy fölösleges kérdés volt. Juli, mi jut eszébe Merkurról? Merkurról? Miket nem tud kérdezni Jonathan? Valami római istenség volt, de én igazából sosem voltam jó az ókori mitológiákból. Ne is mondja, nekem se jut eszembe semmi. Én nem tudom, miben sántikál, de legjobb lenne, ha utána olvasna valahol. Vagy megkérdezhetik Lárikát, az irodalom történészt, ő biztosan képben van. Hogy hol van? Szóval, hogy jobban ismeri a részleteket. Igen, igaza lehet. Fú, de nagy sóhaj volt ezt a jó ég. Na szóval, 67 kaput azt megszívtuk, az gáz. Akkor a Gárdonyi ház az... igen, az sincsen rajta a térképen gyakorlatilag. Az is csak így be van rajzolva. De tényleg nem is értem, hogy miért ilyen picike ez a térkép. Kicsikét lehetett volna szélesíteni, meg hasonlóságuk. Na jó van, szerintem a Merkúros témát intézzük el először, mert az szerintem az a gyorsabbak leszünk. Szerencsés vagyok. Bakonyi kisasszony épp itt van. És ugyanazt a narancslevet iszza már, vagy egy órája. Na, no, mondjad, mit de jó, hogy itt találom lehet még tudni Merkurról. Feltehetnék önnek még egy kérdést? Jó napot. Hát persze, tessék, kérem. Kérem, ne nézzem bolondnak, de szükségem volna a segítségére. Mm. Elakadtam egy fontos ügyben. Segítene azzal, hogy megmondja, mi jut eszébe Merkurról? Az istenségről, vagy a bolygóról? Csak nem keresztrejtvényt fejt fiatalember. De igen, nem, füles. Nem keresztrejtvény éppen. Hát, micsoda figura maga. Nos jó. Mi jut eszembe? Merkur, ókori istenség, a kereskedők, tolvajok, utazók és utonálók istene. A görög Hermész római megfelelője, az istenek hírvívője, ezért is ábrázolták a sisakján és a saruján szárnyakkal. Pontosan mit szerette tudni róla? Hát ez az, egyelőre én sem nagyon tudom, de azt hiszem, ennyi most elég is lesz. Köszönöm. Kérem. Örülök, ha segíthettem. Aztán, ha megnyeri a fődíjat, akkor se felejtsen el. És miféle fődíjról beszélt most azért, mert hogy
arra gondol, hogy még keresztrejtvényt fejtünk, és akkor arra hozzátartozó nyereményt? Istenem, ez a nőszemély. Szóval, mit tudtunk meg róla? Mert nem igazán figyeltem. Mert csak most kihasználom ezt a jegyzetes témát. Ja, semmi extrát nem tudtunk meg róla, csak az, hogy mi pontosan ez a Merkur, mert mi nem a bolygót keressük, mert hanem... Pedig én nagyon szeretem a csillagászatot. Az előző részben is elmondtam, azt hiszem, akkor a könyvtárban voltunk. Úgyhogy nekem abszolút nem tájidegen ez a Merkur meg a csillagokkal kapcsolatos dolog, csak sajnos nem azzal kell foglalkozni, hanem pont a római meg a görög mitológiával. Úgyhogy hát ennyit tudtunk meg a történésztől, úgyhogy menjünk is az egyik legkirályabb helyre. Gárdonyi Géza Emlékmúzeum. Szerintem maga Gárdonyi se tudta volna, furcsa, hogy... Mintha egy hollywoodi filmsztár rezidenciájának udvarára lépnék. De talán egy Gárdonyi rajongónak szabad ilyesmit éreznie. Annak ellenére, hogy itt aztán a fényűzésnek nyoma sincs. Itt van egy szobor, amit meg lehet nézni, csak úgy. Hát, itt van ő. Kicsit talán máshogy képzeltem. Hát talán nem egy szoborról kéne elképzelni, hogy hogy néz ki az ember, mert nem igazán tükrözi a valóságot, csak így ilyen negyed részben, így csak úgy el lehessen képzelni nagyjából. De nem, ez nem halálpontosan így nézett ki a Gárdonyi nyilván. De szerintem milyen furcsa, hogy szerintem még Gárdonyi se tudta volna, így ő se tudta volna megjósolni, hogy az ő otthonában, ahol élt, ahol csinálta mindennapi tevékenységét, dolgozott, aludt, evett, meg ez volt az ő menedéke, és így múzeumot csinálnak belőle, aztán az emberek kibe járgálnak. Tök furcsa. Itt hátul van itt egy másik ilyen kis rejtvény. Itt van ez a szobor, aminek mögötte van ilyen, nem tudom, hogy mi ez, ilyen titkos írásos dolog megint. No csak. Semmi kétség, egy újabb rejtjeles tábla. Valaki nagyon szerette a rejtvényeket, vagy valamiért egyszerűen szüksége volt arra, hogy sok mindent elrejtsen a világ elől. Először azt hittem, hogy ennek is valami köze van a Gárdonyi féle titkos íráshoz, aztán rájöttem egy tanulmányozás után, hogy ezek totálisan másfajta karakterek, és egy borzasztóan későbbi puzzlehoz fog majd ezt kelleni, szóval így csak felkelti az emberek kíváncsiságát, hogy na itt még lesz azért valami, ami miatt érdemes lesz visszajönni. De mi most ide szépen bejövünk. Igen, érdekesség, hogy alapjáraton, hogyha bejövünk ide, így a pénztárnál nyilván ki kell fizetni a belépőt. Fú, de ijesztően néz rám. Ne néz rám. Szóval ki kell fizetni a belépőt, és utána lehetséges bemenni, viszont én igazából be tudok lépni anélkül is. A hálószoba. Szinte érintetlenül. Időutazom. De csak akkor, hogyha nagyon bunkó akarok lenni. Na jó van, de azért beszélgessünk vele is. Kezét csokkolom. Nyitva van a kiállítás? Hogyne, jöjjön csak fiatalember. Ha kifizeti a belépőt, adok magának egy szép brosúrát is. Jaj, de rendes vagy. Tessék. Köszönöm. Nézzen csak körül. Itt mindent úgy talál, ahogy Gárdonyi Géza itt hagyta nekünk 1922-ben. Hát azért nem teljesen meggondolom, takarítani szoktak azért. De annyira nem dohos ez a ház. Na, a brosúra. Most ez az Eger titkos írás, ez most ilyen bagosra itt folyton meg fog ez jelenni? Hát fantasztikus. Na jó, akkor várjunk. Hoppá, bocsánat, így össze-vissza. Megoldottam. Jó van, így kell ezt csinálni. Szóval... Ez csak egy ilyen kis prospektus, kis reklámozás, hogy itt mivel mi a helyzet. Most nem akarom igazából végigolvasni, pedig erre szükségünk lesz erre a brosúrára továbbiakban. És két oldalas, hát így
ilyen kis aranyosan van így összehajtogatva. Itt vagyunk most, és igazából végig tudjuk nézni a tárgyakat, amik itt föl vannak sorolva így ilyen szépen. Bár mondjuk több tárgy van, nem értem, hogy miért csak ennyit tüntet föl, lehet, hogy kevés volt a papír, na mindegy. Vagyis, ja, kevés volt a papír. Amit viszont nem értettem, hogy a zene az miért ennyire kísértetés ebben a Gárdonyi házban, ez a... Jó a zene, nem azért, csak kísértetés. Hát, hogyha valami szellemházból léptünk volna be. Ja, képet le lehet venni? Na csak. Ja, de nem tudom miért lehet levenni a képet. De mögötte van ilyen extra jel, nem tudom, hogy ez micsoda. Őszintén szóval később se jöttem rá, hogy mi akar ez lenni. Mindenesetre be tudunk nézni a szekrénybe is, amit úgy alapjáraton a múzeumban nem lehetne. Érdeklődési köre volt. Ide is oda nem lehet. Az ágyikója. Itt a zongorája. Zongorázni lehet elméletileg. A zene sosem volt erősségem. Beragadtott egy billentyű. Na most, hogy művészek lettünk, most akkor folytassuk a kutatásunkat, bár igazából nem tudom, hogy mi mit keresünk most még egyelőre. Nem tudom, hogy ezeknek a számoknak, meg képek mögötti betűknek van-e bármilyen értelme. Viszont brosúrán el tudjuk olvasni, hogy ez mondjuk ez a kép, ez a 8-as volt? Gárdonyi Géza, Gárdonyi Sándor olaj festmény, gondolom. Mi? Ja, ez a 8-as. Ez volt a Gárdonyinak a fia. Feltételezem. Ezek így ilyen... vigyorgó kis Sunyi Manónak néz ki. Csak nem tudom, hogy mit mögsz. Ez a 4-es. A 4-es az annyit tesz, hogy ismeretlen festő Gárdonyi Sándor gyerekkori képe. Gyerekkori Gárdonyi Sándor, hagyjál már! Ha úgy néz kint valami valami kis árus. Már elnézés, de valahogy így. Rajta nincs is szám, azt nem is tudjuk megnézni. De rossz. Ez viszont jól néz ki. Én bírom az ilyeneket. Ez 9-es. Wagner Sándor kilovagló társaság a Vajdahunyad vára előtt olaj. Sok olajfestmény, ennyire népszerű volt akkoriban az olajfestmény. Én valahogy nem szeretem annyira a dzsuvás. Én jobban szeretem a ceruzával történő tónusos rajzokat. Érdekes. Mivel, hogy grafikusnak tanulok, én most egyre jobban kezdtem el értékelni ezeket a festményeket, és nem csak így megnézni, aztán jó van, hagyjuk, kit érdekelnek. Ó, 11-es, megnézem viszont. 13-as, Gárdonyi Géza paradicsomi jelenet, olaj. Gárdonyi Géza festménye? Gárdonyi festett? Miből lesz a cserebogár? Beszarás. Jó, ezt mondjuk nem tudtam. Kis izé, kis kazán. Jól be lehetett itt fűteni akkor. Ennyi volt a fürdőszoba. Szóval ja, ennyit a hálóról. Gondolom itt tartotta a ruhákat, könyveket, kis íróasztalkát. Bár nem itt dolgozott szerintem, hanem a másik szobájában. Elméletileg itt nem tudunk megnézni semmit. 15-26. A 15-ös az egy Gárdonyi Géza önarckép olaj.
Tényleg, akkor a Gárdonyi festett is, ez tök király amúgy. Nagyon király, atomkul. 26-os, a 26-os az valahol ágyugolyó töredékek. Aha. Hát aki látja azt az ágyugolyó töredékek, akkor az annak adok egy kekszet, mert az nagyon ügyes. Ráadásul egy póni kekszet fog kapni könyvek, tőlem. Könyvek mindenütt. Akár egy tudós szobájában is érezhetném magam. Hát igen. Cimbalom. Még sosem láttam igazi cimbalmot. És milyen kell, hogy nem lehet rajta zenélni. Várjunk csak, mik vannak itten. 24-es az a cimbalom. Dolgozó szoba dísze a Dankó Pistától. Zálogként itt maradt cimbalom. Oké. Könyves szekrényeket ki lehet nyitogatni, bár... Változatos témakörök, vagy egy fél tucat nyelven írt szövegek, példás rend. De elolvasni nem lehet őket, csak így megnézni, hogy milyen szépen el vannak itt rendezve. Ez ilyen vitrines szekrény. És hát jó, mondhatnám úgyis, hogy üveges szekrény. Ez a higanyos hőmérő tökéletesen működik, pedig nem lehet mai darab. Hát nem. Amúgy érdekes, hogy a régi tárgyak azok mennyire még a mai... Vannak olyanok, amik mai napig működőképesek, akár autóról van szó, vagy égőkről például. Szándékosan vannak megcsinálva ma már például az égők olyan pocsék állapotban. Mert hogyha túl sokáig működne, akkor utána senki nem venne el többet vásárolni, hogyha kiégne. Értelemszerű, hát ez szimplán csak marketingfogás. Meg kell, hogy mondjam, zseniális. De a legöregebb ilyen égő, az még a mai napig is működik, pedig nem is tudom már, hogy hány éves. Csak túl jól lett megcsinálva annó. Régi Magyarország. Lehetséges mondanom most azt a jó poént, hogy a mai Magyarország az önmagával határos. Az az egyetlen olyan ország, ami önmagával határos. És igaz. Az a szomorú, hogy igaz. Itt tök jó poénnak hangzik. Közben nem is nézem, hogy... Bár itt, na, itt meg nincsen kielezve a cuccok, csak itt a másik hálószobában. Ez annyira zavaró. Tök jó társalgó ez. Lehetett kávézni, gondolom, meg ilyen tárgyalásokat végezni egy haveri társasággal például. Ó, na! Ez már hasonlít egy Gárdonyira. Feltételezem, ez tuti nem lesz benne. 20-as. Mi a 20-as? Fotó kellék. Nem. Na mindegy. Fotó kellék. Ó! Van a... Ez olyan, mint egy kupidó. Mindenesetre eléggé ilyen mitológiával kapcsolatos cucc, az akkor fontos lesz nekünk a későbbiekben. Mi van itt még? Régi masina. Ideál. Billentyűit még maga Gárdonyi koptatta. Ja, én is kipróbáltam már ilyen nagyon régi írógépet, és nem mertem nagyon nyomogatni a gombokat, mert annyira nehezen így tudtam benyomogatni, és alig próbált működni. De jó, jó pofa. Szerencsére ezt ma már a mai világban ezt már sokkal könnyebb kivitelezni. Ott van még valami. Még több izé. Mitológiával kapcsolatos témakör. Az jó, akkor ez is fontos lesz, az is fontos lesz. És nagyjából ennyi. Ennyi, ami fontos nekünk itten.
Na jó, szerintem körbe is néztük nagyjából azt, amire szükségünk van. Úgyhogy kérdezzük még ki a nénikét. Merkurról. Ne bántsa, hogy zavarom, de van egy talán furcsa kérdésem. Kérdezzen csak. Nem jut eszébe valami, ami ebben a házban Merkurhoz köthető? Te jó Isten! Maga is a Merkurról kérdez. Hogy? Más is kereste itt Merkurt? Igen, kereste, de nem találta, és sajnos már nem is fogja megtalálni. Jámbor Mihály úrra gondol? Ismeri? Azaz ismerte, mert szegény éppen ma halt meg. Milyen jól értesült egy asszony. Ma épp hozzá igyekeztem egy találkozóra, de már nem beszélhettünk. Ja, Istenem, milyen kellemes ember volt. Miska sokat kutatta a Gárdonyi életét. Na, nem olyan tudós formán, csak úgy kutatta. Vagyis hát inkább a saját családját kutatta, mert azt mondta a nagyapja, nagyon jól ismerte Gárdonyit. Tudom, mesélte nekem is. Szóval ő nem találta meg itt semmilyen nyomát Merkurnak. Nem, nem, nem. Azt mondta, Zsák utcába ért. Sajnos magát se tudom sok jóval kecsegtetni, talán csak ezt a számlát itt. Na, no, hova is tettem? Ez az. Itt van né. Ez az a számla. A háború előtt az egyik gárdonyi fiú néhány fölöslegesnek vélt csecsebecsét elkótyavetyélt Pesten valami kereskedőnél, valami Manónak hívták. Várjunk csak, na. Hogy is? Ez az, itt van. Hauser Manónak hívták, nem sokat kapott érte. Tuti német volt. Hát, ezt adtam oda Miskának is. Német származású. Nem tudom, kezdeni vele valamit, mert aztán többet nem érdeklődött Merkurról. De mondja csak, fiatalember, elmondaná nekem, hogy mi ez a Merkur dolog? Tessék elhinni, én sem tudom. Jámbor Miska bácsi jegyzetei között találtam erre utaló információkat. Tudja, halála előtt azt kérte tőlem, hogy folytassam a kutatásokat, amit megkezdett. Talán rokonok? Nem, de vannak szálak, amik a múltban összekötik a családjainkat. Hát, fiatal ember. Jonathan Hunt a nevem. Ó, fiam, hát én ezt ki se tudom mondani. Milyen neve van magának? Pedig nem olyan nehéz. Amerikai vagyok, de édesanyám magyar volt. Ő Johnnak szólított, szólítson maga is Johnnak. Ó, rendben, John, mint valami cowboy. Én meg Iza néni vagyok. Már is úgy tekintek magára, mintha Miska fia volna. Köszönöm. Nagyon kedves, Iza néni. No, hát az mondjuk most kiderült, hogy akkor az öreg Jámbor az már megfejtette azt a titkos írást, csak jó lett volna, hogyha leírja, de akkor kimaradtunk volna egy ilyen fenséges puzzle élményből, hogy megfejtsük a Gárdonyi féle eredeti tárgy a Gárdonyi múzeumban. Lehet, hogy épp az sincs, amely őrzi az ötös számú üzenetet. Vajon létezik még ez a Hauser Manó féle kereskedés? Jó, akkor átkutattuk a Gárdonyi házat. Most mit is kellene csinálni? Mivel Merkurról arról nem fogunk itt találni egyelőre semmit, vagyis hát részben találtunk, de infó kell. Még több infó kell. Legalábbis úgy emlékszem, hogy kell még infó. Hoppá. Vele meg még nem tudunk beszélni. Esetleg meg kellene próbálnom telefonon elérni őt. Jaj, tényleg. Ó, tényleg. El is feled. Nem tudom, hogy említettem már az első részben, amikor vettük a telefont, hogy igazából azért vettük ezt az egy darab telefont, hogy fölhívjuk csak Julinak a telefonszámát. Nem ez a Julinak a telefonszáma nyilvánvalóan. És én már próbáltam, nagyon nem. De
annyi a lényeg, hogy csak is akkor lehet fölhívni a Julit, amikor a Jonathan éppen mondja magának, hogy hát esetleg meg kell próbálni telefonon fölhívni, hát ha úgy sikerül, és csak akkor veszi fel, alapjáraton sosem elérhető, szóval mindegy. Kicsöng, és akkor hangposta. Hello, Juli? Jó napot, Jonathan! Ezt viszont nem értem. Elnézést, egy ilyen szavarom. Régi telefon, hogy lehet látni a magától. Arcképet? A Gárdonyi házban azt az információt kaptam, hogy ugyan mindent igyekeztek megtartani, ami a lakáshoz tartozott, de a háború előtt Gárdonyi egyik fia néhány hasznavehetetlennek tűnő tárgyakat mégis eladott a gyűjteményből. Egy számla szerint egy budapesti kereskedő, bizonyos Hauser Manó vette meg a készletet. És most maga azt kívánja tőlem, hogy keressek fel egy pesti kereskedőt, aki lehet, hogy túl sem élte a második világháborút. Igen, olyasmit. Juli, nagyon fontos, hogy megtudjam, hogy egy bizonyos műtárgy létezik-e egyáltalán. Ha igen, már is utazom Budapestre. Mire nem képes engem rávenni, Jonathan? Persze, ha nagy nehézség. Nem, hagyja csak magának mindent. Cégünk profilja ezzel a szolgáltatással is bővül. De csak most, és csak miatta bővült ez a szolgáltatás. De egész pontosan mire kíváncsi? A gyűjtemény egy része érdekli? Hát a gyűjtemény egészen is érdekes lehet, de én most konkrétan valamilyen Merkurhoz kapcsolódó dolgot keresek. Aha, a Merkur. Rendben. Nagyon köszönöm, Juli. Örökre lekötelez. Jaj, hát ezért kedvelem magát, Jonathan. Olyan szépeket tud mondani. Tudom, régi módi vagyok. Felejts el, majd hívom. Viszlát. Viszlát. Oké, akkor ráállítottuk Julit, hogy a Hauser Manóf kereskedőt az kutassa föl, aki elméletileg Pesten van. Várjunk, és most? Most work in progress, vagy mit kell csinálnom még? Esetleg a szátorházban? Azt hiszem a recepcióst is ki lehet kérdezni a Merkurról, bár erre nem emlékszek pontosan, hogy mond-e valami bármilyen hasznos infót is. Ó! Oh. Kedves jé, jó híreim vannak a Hauser and TSA társaság még létezik Pesten. Emlékeztek a Gárdonyi féle tárgyakra, de csak azért, mert néhány hónapja visszavásárolta ezeket az Egri Tollár. Igen? Ennyi? Ennyi az üzenet? Nem tudom legörgetni? Hoppá! Tollár nevű régiségkereskedő kis szerencsével megtalálhatja őket. Na, milyen vagyok? Sok sikert! Jé! Mármint John. Ez gyors volt. Mit nem mondjak, Juli? Ez túl gyors volt. Szerintem egy telefonjába került az egész. Tényleg neki is lett Merkurról. Kedves... István, Bakó István vagyok. Kedves István, mi jut eszébe Merkurról? A Merkur? Az már megszűnt, kérem, régen. Ma már mindenhol lehet autót venni. Micsoda idők voltak azok. Tudja, mennyit várt az apám zsigulira? 5 évet. 5 teljes évet, érti? Hát nem, bevallom, nem értem. Hát persze maga külföldi, de mindegy is. Megszűnt az a rendszer, Hantúr, és ez a lényeg. Aha. Az az érzésem, hogy Jonathannak nem, hogy halvány fingja nem volt arról, hogy mi volt most ebben a beszélgetésben, de az a helyzet, hogy nekem sincsen halvány fingom, hogy mi volt ebben. De... régen se értettem, most se értem, és hogyha utána nézek, akkor talán érteni fogom, nem értem ezt az autós témát, annyira sekk hülye vagyok én autós témában, hogy az valami bődületes.